A magyar kulturális életre gyakorolt korszakalkotó munkássága elismeréseként idén a Magyar Zeneháza tervezőjét Fujimoto Szu japán építést választotta a közszolgálati média, a közmédia évemberének. Budapest egyik legújabb emblematikus épületének a Magyar Zeneházának megalkotója, Fujimoto Szu japán sztárépítész egy modern, a természet és az épített környezet összhangját megtestesítő épületet álmodott meg a zenének és a kultúrának. Fujimoto Su Hokkaidon született 1971-ben. A Tokiói Egyetem műszaki karán szerzett építészdiplomát. Saját irodáját 2000-ben alapította meg. Az első hazájában aratott sikereket külföldi megbízások követték. Másfél évtized alatt Japán első számú építészei közé került. Az Európában is otthonosan mozgó szakember, légies természet ihlette inspiráló épületeiről világszerte híres. Rám nagyon nagy hatással volt ez a gyönyörű park, a szép erdő, és arra gondoltam, mennyire fontos a zene a magyar embereknek. Ezért tiszteletben tartottam ezt a parkot és erdőt, ahogyan a zene hagyományait és örökségét a magyar embereknek. Ez volt a kiindulási pont. A Magyar Zeneháza 2019. decemberében először Európa legjobb középülete lett, majd a legjobb nemzetközi középület díját is elnyerte az egyik legrangosabb nemzetközi ingatlan szakmai versenyen. Rá egy évre a világ legjobb zenei célú ingatlan fejlesztése díját hozta el, és azóta is sorra kapja a szakmai elismeréseket. A fejlesztés nem csak megjelenésével vívja ki az elismerést, hanem funkcionális sokoldalúságával, gazdag kulturális program kínálatával is, hiszen otthont ad az előadó művészetnek, zenei programoknak, állandó és időszaki kiállításoknak, valamint az oktatásnak is. A föld alatti térben egy állandó és egy időszaki kiállító tér kapott helyet több mint 2000 négyzetméteren a park szintjén kialakított két belső terem, élőzenei programok, koncertek és workshopok szervezésére ad lehetőséget. Ezeket egészíti ki a szabad szabadtéri színpad. Az épület emeleti szintje az elmélyüléshez, a tanuláshoz és az oktatáshoz kínál könyvtárat és klubot, elsősorban a zene zenevilágából, illetve a zenepedagógiai termekben foglalkozásokkal viszik közelebb a fiatalokat a zenéhez. Fujimoto szóval, az M5 Portray műsora A Kontúr készített beszélgetést, amelyet szombat este 19 órától tűz műsorára a Kulturális Csatorna. A díját adót szerdán 19 órától az m közvetíti. több mint szerencsések vagyunk, hogy ilyen épülettel büszkélkedhetik Magyarország, és szerencsés vagy te hogy te készítettél vele interjút. Igen, nagyon szerencsés vagyok, és rendkívül izgalmas volt mindaz, amit elmondott az épület kapcsán, feltárult előttem egy teljes filozófia, az építészet, mint filozófia, és nagyon érdekes az erdő hasonlat is, amit az építészet szimbólumaként szokott emlegetni. És most tulajdonképpen erről is szó lesz, a Magyar Zeneháza egyébként nem csak Magyarország legtöbbet díjazott fejlesztése, de a turisták is a magyar emberek körében is rendkívül népszerű, állandó fotó és beszéd téma. Mi lehet ennek a titka? Hát erre keressük a választ Nol Tamás okleveles építészmérnökkel, aki tervező társaival együtt Szó so Fujimoto magyar partnerei voltak. Mit jelent ez a partnerség a gyakorlatban, ha valaki nem építész, akkor talán nem biztos, hogy tudja, hogy hogyan néz ki a gyakorlatban egy partneri kapcsolat. Hát jó estét kívánok, köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom végre, hogy ez egy fantasztikus nemzetközi kooperáció volt. Ugye a pályázatot kiírták, és a pályázat, nem, nemzetközi pályázatot megnyerte Ujimoto egy nagyon légies, fantasztikus álommal, és ezt követően magyar partnert keresett, úgy talált meg bennünket. Nekünk már volt gyakorlatunk ilyen együttműködésben, a Közép-Európai Egyetemet együtt terveztük egy ír csapattal, az egy kiváló referencia volt, így talált ránk is, és onnantól kezdve már együtt szerződtünk le erre a munkára, és hát elindult ennek, a, ennek az álomnak a megvalósítása. A mi feladatunk ennek a a kibontása volt, hogy igazából meg kellett érteni a, az ő gondolatait, ami azért nem volt mondjuk olyan nehéz, mert építészek azért ismerik, vagy könnyebben egy nyelvet, egy nyelvet beszélünk, de ugye amikor ezt először megláttuk, ezt a pályázatot, egyrészt éreztük, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Tehát van olyan szakmai gárdánk, mérnökök, Építészek, belső építészek. Képesek ténylegesen tudunk, megvalósítani ezt az álmot. Akik meg tudjuk, hozzá tudjuk tenni azt a műszaki keretrendszert, amiből aztán majd a kivitelezők meg fogják építeni, vagy megépítették ezt az épületet. Tehát ebben rengeteg egyedi megoldás van ebbe a, az épületben, olyan, ami Európában is ritkaság. Például az üvegfelületek, Na. kivettem aztán, ki, 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 hogy nekem ez volt, a, ez volt a veszőparipám, hogy ugye szerint tudásom szerint az üveg az nem egy nagyon jó akusztikai elem, tehát nem, egy olyan, nem veri olyan jól vissza a hangot, és ezt, ezt komolyan, ezt egy, egy japán akusztikai, akusztikai tervező céggel kellett megoldani. Ráadásul ekkora méretben, mert ez, hogyha jól tudom, akkor egyedülálló méretét tekintve ez az egybefüggő üvegfelület. Hát azért ugye egy nagy hártya van, tehát ez, a, ez az épület egy 80 méter átmérőjű, köralakú ilyen lebegő amőben alatt van, ennek egy része ez a üvegterem. Ugye ez mindenkinek az első, hogy üveghangok lesznek. Az üveg egy nagyon jó kemény anyag, nagyon jó veri, visszaveri a hangot. Tehát még igazából egy, egy akusztikailag is egy... Igen. Inkább Akkor... az a probléma, hogy a csillapítás. Ugye ja. a, a csillapítás. Világos, világos. Igen. De ezzel a, a azzal, hogy a, a Fujimoto és a Japán, valóban a Japán akusztikus világkörű cég dolgozott együtt, azzal, hogy ezeket az üvegeket ilyen cikcakba tette, így a visszaverődések, tehát a hanghullámok nagyon gyorsan kioltják egymást, tehát lehetett érezni, hogy a teremben is egy, egy, nagyon kellemes, nagyon, nagyon, jó csillapított térbe vagyunk, a nincs visszhang, hát a, a, zene is kitűnően szólt, ugye a puvós zene is, a japánoknak a zenéje is, tehát mindenki azt hitte, hogy a magyar akusztikus kollégáink is, akik a, ezekkel a programokkal dolgoznak, nem jöttek ki azok az eredmények. Mm. És akkor ide jött a japán Nagata úr, a, egy tényleg egy nagyon híres akusztikai cég. És azt mondtam, hogy kell mindenki nyugodjon meg, csináltunk már tíz hasonló üvegfalú koncerttermet, ez biztos, hogy működni fog. És működik, működik is. is. Elhozta egyébként az, az eredeti terveket, és ezt csak azért hozom szóba, hogy tulajdonképpen nagyjából ugyanaz látszik rajtuk, mint ami lett valójában az épületről, és egyébként Fujimoto-t én kérdeztem arról, hogy mennyi kompromisszum kellett ahhoz, hogy megvalósuljon, és azt mondta, hogy lényegét tekintve olyan nagy kompromisszumot nem kellett kötni. Ön is így látja, illetve hogy ez egy nagy dolog, nem? Amikor szinte maradéktalanul meg tud valósulni egy terv. Hát igen, most is úgy, ahogy összeszedtem a képeket, úgy tényleg látszik, hogy benne van már az első vázlatokban, benne van az a hangulat, amit sikerült megőriznünk, és sikerült ezt a lebegést végig vinni a, 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 hogy mondjam, az anyagi megvalósításon, tehát ezt sikerült az anyagba áttenni, és olyan szerkezetekkel megoldani, hogy abszolút az a hatás jött vissza. Tehát ezek az első vázlatok, amiket látunk, a, ami egy, egy laikus számára nagyon, tényleg csak egy ilyen impresszió, ezt végig úgy tudtuk végig vinni, hogy benne maradt ez a, ez lebegés, ez a könnyedség. A japános ez az épület, vagy mennyire magyaros? hogy a, a japánoknak a természetközelisége, gondolok csak a kertekre, vagy egyáltalán a természettel való harmóniára, filozófiája tulajdonképpen. Hát biztos, hogy hogy van egy japánossága, de ugyanakkor pedig nem érződik. Tehát nem, én azért de, nem, nem, helyez, nem érzem, a, amikor ott vagyok, de az, hogy egy, ez a gondolat egy japán építész kollégának jutott eszébe, tehát az egy olyan fajta szabadságot jelent, ami, hát mi egy, ehhez nem vagyunk itt szokva, hogy építészetben ilyen szabadon lehet gondolkodni. Ez gondolom tehát, nagyon inspiráló volt egyébként ebben a munka folyamatban. Feltétlen, tehát ez egy, hogy mondjam, tényleg egy éreztük, hogy itt valami olyan különleges dolog születik. Hát kiváló munkát végzett az üvegtervező kollégánk, akik ez fantasztikus ezt a nagy üvegszerkezetet meg tudtuk így állítani. Hát ugye itt a mozog az egész épület, itt egy olyan bravurokra van szükség, hogy ezeket a üvegben mozgásokat föl tudjuk venni, ne törjenek az üvegek. Ugye van, ahol 12 méter magas egy üvegtábla, és nincs benne fém. Tehát üvegbordák, üvegtábláknak a sorolásával van összeépítve, és hát ugye az üvegipar is fantasztikusat fejlődött, tehát nem, nincs hártyaként jelenik meg, és nem lehet érezni a külső belső térnek a, a Olyan, mint, hogyha határát, igen. igen, igen Úgyhogy egy előbb, egy varázslat tényleg. Gratulálunk köszönjük hozzá! Köszönjük szépen. szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szívesen.